Hát ezt nem hiszem el már, hogy nem lehet ide nyugodtan kijönni, mert a szomszéd gyerekei már megint kint ordibálnak. Igaz, kicsikém? Nem lehet velük rendesen játszani és sétálgatni, mert állandóan itt vannak. Mari! Szólj már a gyerekeidnek, hogy halkabban vagy, vidd be őket! Mit bánom én, csak vidd innen őket! Jaj, gyere, édes kicsikém! Jaj, szíjad! Nem hiszem el, már megint ordibálnak. Mari! Mari, hát nem hiszlek el. Miért nem bírod bevinni a gyerekeid? Hát de a kertbe játszhatnak, nem? Most házasodtam össze a férjemmel, és szeretném élvezni a nászutunkat. Magának van férje? Hogyne volna? Na de ne sokáig fogja. Juli! Juli! Igen, mi van? Juli. Mondjad! El sem hiszed! Már egy órája amúgy elindultam, csak... Rá. Egy órája elindultam, kicsit beállt a derekam, de el akartam mesélni. Olyat láttam a Facebookon. Aranka, tudod? Az a 70 éves öregasszony, aki mindig szokott menni imádkozni. És mindig ott látjuk. Olyan képet tett ki, meg is mutatom. Nézd! Hát ki van a valaka. Jézusom! És azért meglátszik az a sok. Pite. 70 évesen? És Sanyi szerinted mit szól ehhez, az öreg Sanyia? Együtt vannak egyáltalán? Nem tudom, de múltkor azért Sanyit is láttam más nővel ottan beszélgetni a parton. De jó, hogy ezt mondod. És etették a galambokat. Pedig a galambetetés csak párok csinálják. Úgy van, úgyhogy nekem ez nagyon gyanús. De ez az Aranka, hogy így elfajultak az öregek. Egyszerűen... Benne példát rólunk. Leesnek a ráncaim, ahogy meglátom őket. Képzeld, Pistike már éppen ment volna nyugdíjba, de fölemelték a nyugdíját, és most nekem panaszkodik éjjel-nappal. Jézus! Jó napot, elnézést, palacsintát szeretnék sütni. Igen. De nincsen lisztem, kérhetnék. Persze, pillanat. Jaj, köszönöm szépen, mindjárt visszahozom. Viszlát. Elnézést! Mi az? Cukrot is szeretnék kérni, az is pont most elfogyott. Mi véletlen, mi? Hozom. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Szívesen. Bocsánat, egy utolsó hozzávalót szeretnék kérni. Van esetleg egy tojása? Persze, hogy van. Pillanat. Várom. Parancsoljon! Jó étvágyat a palacsintához! Jó napot, jó napot! Jaj, amúgy bocsi, elfelejtettem elmesélni, hogy Figyelek, igen. Az alvásról jutott eszembe. Szia, hallod? Tudod, milyen pletykát tudtam meg? Jézusom, tudod, van a Marika.
A szomszédba, igen. Na és van annak a legjobb barátnője, és 60 éves, és kirakott egy olyan képet a seggéről. Fú, hát az valami hihetetlen volt. És elméletileg van barátja, de lehet, hogy ezek után már meg is csalta, én nem is csodálkoznék. Szerinted most ezek az idősek milyen? Mi itt 17 évesen tök normálisak vagyunk, az idősek meg mindig szidják a fiatalokat, és most meg ez? Hát ezt nem hiszem el. Komolyan mondom, már csak azt hiányozna, hogy egy idős néni lefigyeljen. Forog a világ! Mindenre van megoldás! A fiám! Istenem, Juli! Köszi, hogy fogadtál! Szóval meg szeretném mutatni a tervezet, hogy mi lesz akkor a szomszédba. Erre gondoltunk itt igazából. Nem olyan hű, de vészes, szóval ilyen egyszerűt, és ugye itt úgy van, hogy itt köveskerítés lesz, ilyen arany ketrecekkel borítva, meg oroszlánok lennének a tetején, meg minden. Szerintem amúgy tök jól néz neki, nekem a stílusom, meg amúgy is lesz két oroszlánom, úgyhogy én nem tudom, hogy mennyire fogja bánni. Ne aggódjon, nem harapnak idomított állatok, a cirkuszból loptam őket még annó. Na, igazából itt köves lenne alul. Milyen? Kezdjük azzal, hogy a ház hatalmas. A másik telekre ekkora házat nem építhet, mert nekem nincs ekkora házam, és az én házam mellett nem lesz egy nagyobb ház. De megértett? Nem. De... A kerítés csakis ócska rondafából lehet, hogy mindenki azt higgye, hogy egy csöves, lakatlan ház, ahol senki se él, csak olyan, mint maga. Az én kerítésemre ne legyen szebb. És nem lehetnek oroszlányai, mert nem fogom egész nap a nyávogásukat hallgatni, miközben halál nyugodtan szeretném nézni az én saját tévémet, ami itt nem lehet, mert csak kizárólag nekem lehet tévém. Maga nem engedhet meg többet, mint én, ugyanis én egészségügynél dolgozok, és még mindig nem tudtam egy gyönyörű palotát építeni magamnak. Majd esetleg, hogyha sikerül, akkor talán megengedlem, mondom, talán megengedem, hogy építessen egy házat. Maga átmerészelt jönni az én térfelemre? Elnézést, hölgyem, de úgy tudom, közös a kert. Na majd én megmondom, mi a közös. Lefújlak meg, Douglas! Leesnek a ráncaim, ahogy meglátom őket. Van mászik a lábom. Segíts már! Egy boga! Jézusom! Ura megijedtem! Tudod, milyen pletykát tudtam meg? Tudod... Anett és Ancsás termékek már kaphatóak a videosbolt.hu és az mcshop.hu weboldalon. Link a leírásban. Csekkoljátok!